A magyar foci válogatottnak ki kell jutnia a részben Budapesten rendezendő 2020-as Európa-bajnokságra. Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke beszélt. Csányi Sándor azt is szeretné elérni, hogy minél több tehetséges, fiatal magyar focista kapjon rendszeres játék lehetőséget a klubjában. Ezt anyagilag is ösztönözni fogja a szövetség. Azért a legjobb közgyűlés az unalmas közgyűlés. Így értékelte a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, hogy a szervezet küldött közgyűlése érdemi vita nélkül fogadta el a tavalyi év beszámolóját. Csányi Sándor ugyanakkor üzent a válogatott új szövetségi kapitányának is, aki két vereséggel mutatkozott be idén tavasszal. Akarják élőbe is megtekinthetik George Lékensz urat, de csak júniusig lehet agyonütjük, hogyha nem lesz sikeres a válogatott. A következő labdarúgó Európa-bajnokság több mérkőzését Budapesten rendezik, a magyar csapat azonban ezen nem vehet részt automatikusan. Csányi Sándor ezért az ősszel kezdődő Európai Nemzetek Ligája mérkőzés sorozatát rendkívül fontosnak nevezte, hiszen onnan 4 csapat is eljuthat az Európa-bajnokságra. Azt mondtam, hogy úgy kell játszanunk, mint ez lenne az utolsó esélyünk, de persze nem így van, mert 20 másik csapat Európából az Európa-bajnoki selejtezők révén jut ki a Európa-bajnokságra. Én abban bízom, hogy addigra a csapat jó teljesítményt fog nyújtani, és esetleg már élni tud a Nemzetek Ligája adta lehetőséggel is. Beszélt a fiatal szabályt váltó produktivitási rendszerről is, amely kizárólag a teljesítmény a pályán töltött idő alapján díjazza a játékosokat nevelő egyesületeket. A támogatásból csak azok a klubok részesülnek majd, amelyek érdemi mértékben részt vettek profi, illetve válogatottban szereplő játékosok nevelésében. A támogatást pontszámítási rendszer alapján határozza meg a szövetség. Minél több, minél magasabb szinten szereplő futballistát nevel egy klub, annál magasabb anyagi támogatást kap. Nyilvánvalóan egy-két olyan csapat, főleg aki európai kupába szeretne kikerülni, akik kevésbé figyelnek a fiatalok, és egy tekintetben akkor a magyar labdarúgás érdekére, és több a külföldi vagy az idősebb játékos, de úgy gondolom, hogy ez az ösztönzés, ez számottevő ahhoz, hogy ne legyenek ellenérdekeltek. Az MLS elnöke szerint ez az új szisztéma igazságosabb, mert nem csak a profi klubokat, hanem a nevelésben résztvevő egyesületeket is díjazza, ezáltal nevelésre ösztönzi.